82-es session második hendjéhez érkeztünk. Ismét egy standard szituációval ismerkedünk. Volt is szó róla az egyik topikban, úgyhogy ezt példának választottam, mégpedig a draw-val nem emelünk turn-on, mint a példájának. Főleg azért, mert nagyon sokan checkrizelnek turn-on. Alapvetően, másrészt pedig kevés játékos játsza a flop call turn foldot, tehát a gyenge játékosok több utcánát is megadnak, és igazából draw, tehát húzólappal el kell, hogy fogadjuk ilyen helyzetekben az ingyen kártyát, de nézzük, megint ne szaladjunk ennyire előre. A középső pozícióban 9-10 egy színünk van, emelünk is vele szépen, ahogy kell. Utána eldobja, kisvak megadja, nagyvak megadja. Kisvak az 40 és 3, tehát 40-es VP-ből és 3-as preflop raise rendelkezik, az 33 hand alapján, de azért a nagy különbségből kiderül, hogy azért itt inkább egy rossz játékosról van szó. A 39 az ugye lehet, hogy majd később kevesebb lesz, de az, hogy ehhez nem tartozik preflop emelés, ez mindenképpen azt jelenti, hogy szereti a flopot, imádja, tehát egy calling stationnál van dolgunk. Na, menjünk tovább. Flop 5-8 bubi, szivárvány színű. Mind a ketten csekkelnek. Itt természetesen kont betelünk, mert azért komoly esély van arra, hogy akár mindketten eldobják, ha nem találtak semmit, megnézik a flopot, eldobják. Itt a kont bete szerintem még természetes, igaz, három fős a pot, de azt gondolom, hogy itt egy semi bluffként mindenképpen kénytelenek vagyunk hívni. Persze el lehet fogadni itt is kockázatkerülőbb játékkal az ingyen lapot, és akkor törnön betenni valami pénzt, de így igazából kassa is hízik, és ezzel gyakorlatilag, hogyha igaz az, amit az elején mondtam, akkor akár az összes kártyát láthatjuk. Kétharmas potnál egy kicsivel többet kontbetelünk, kisvak megadja, nagyvak eldob. Tehát azért is az ő statisztikáit mondtam, mert én tudtam már, hogy vele fogunk játszani. Nem túl agresszív játékos, az igaz, de ha jó lapja van, azt egészen biztosan check raise-re játsza, és hogyha showdown képes lapja van, akkor a turn check-et egészen biztos egy gyengeségnek értékeli. Tehát lejön egy blank kártya, check-elt is szépen turn-en. Na, itt az az a pont, ahol nem hívunk húzólapra. Hogyha ezt megtesszük és visszaemelést kapunk, akkor gyakorlatilag nem lesz meg az occunk, vélhetőleg nem lesz meg az occunk a megadásra, és saját magunkat hozzuk nehéz helyzetbe. Ez is egy olyan szituáció, ami teljesen világos sok játékos számára, mégis azt gondolom, hogy nagyon sokan hívják végig, nem feltétlenül a sorhúzót, a flush húzót mindenképp olyan helyzetekben is, mikor ennek semmi értelme. Tehát, hogyha most flush húzónk lenne, akkor sem lenne értelme meghívni. Főleg ilyen játékos ellen, ahol nem várhatunk dobást. Tehát ő itt elképzelhető, hogy egy két párral, bubival, overpárral, szettel vár arra, hogy mi nyissunk, és belehívjunk újra. Hát nem tesszük meg ezt a szívességet. Elfogadjuk az ingyen kártyát, ezt a 2 eurós kifizetett kontbet után megérdemeljük, és lejön a sorunk. Ezt nem biztos, hogy megérdemeljük, de lejött. És itt hát alig várta, hogy betenjen egy kis pénzt a potba. Riveren megveljük betelte. Elképzelhető, hogy már turn-on checkrészt kaptunk volna. Ahogy mondtam, bár könnyű így elemezni, hogy én előre tudom ezt, de én akkor is így gondolom, mikor ott játszottam valós időben, hogy ezt nem lehet meghívni turn-on, és ez szerintem példaértékű lehet mindenkinek, lehet az flush draw vagy sorhúzó. Természetesen all-in, és megadta. Nem is tudom, itt talán itt pont nem figyeltem rá, hogy showdown legyünk. Ez itt egy nagy hiba részemről, hogy egy kicsit aláhívhattam volna a pénzének, ahogy szoktam, hogy 25 centtel a pénz aláhívok, és akkor ezt, ha beteszi magától, akkor ő köteles lapot mutatni. Gyorsan végpörgettem, hogy volt erre lehetőségem. Igen. Check. Call. Hát igen, bőven lett volna. Tehát itt, ha összeadjuk gyorsan, 19, 20, hát itt 20-ig, ha visszaemelek, akkor marad előtte 10 pár cent, és akkor
azt saját magától beteszi, és akkor látjuk alapját, úgyhogy ez egy kisebb hiba olyan tekintetben, hogy az elemezhetőség szempontjából. Mi ez? Miért nem mutatja alapját? Nézzük csak végig újra. 1974-ig emeltem. És ő tette be, miért nem látjuk alapját? Ez nem, ja, de látjuk, bocsánat, lusta voltam még, akkor nem hibáztam, bocsánat, nem hibáztam. 8-as szettje volt, úgyhogy ezért tettem be a lapot. Hát fogalmazhatunk úgy, hogy lemákoltuk, de fogalmazhatunk úgy is, hogy túljátszott a lapját. Mehetünk tovább, ez is egy kicsit hosszúra sikerült.